Mint ahogyan arról már korábban is beszámoltunk, itthon is megjelent az Omikron nevű vírusvariáns. A mutáció egy házaspárt fertőzött meg, amelynek tagjai mostanában nem voltak külföldön, így szakértők szerint itthon kapták el a betegséget. A Nemzeti Népegészségügyi Központ már vizsgálja az új mutációt, ezzel a témával folytatjuk most. Kérdezhetem. Kis Zoltán, a Nemzeti Népegészségügyi Központ virológusa, most a vendégünk. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Most izolálták, ugye kimutatták az új Omikron vírust itt Magyarországon, izolálták a vírus, de nem az NNK laborjában történt mindez. Segítsen abban, hogy megérthessük, hogy hogyan zajlik ez a folyamat, és milyen szabályok, milyen protokollok szerint történik ilyenkor ez? Mi is ugyanúgy, ahogy a legtöbb európai ország, az Európai Járványügyi Központnak van egy ajánlása, és mi is azt szerint működünk. Tehát nincs ebben semmi ördöngőség. Ugye területi laborok végzik a vírusnak a kimutatását, ez a legfontosabb. Kijön nekik az, hogy ez pozitív, akkor utána ugye meg kell nézni, hogy ez milyen variáns. Ugye erre már a területen már sokkal kevesebb labor képes, ugye az első rendű laborok küldik ezekbe a laborokba a mintát, ők csinálnak hogy PCR vizsgálatokkal ugye a variánsoknak bizonyos pontjait megnézik, és hogyha kijön nekik valami érdekes dolog, akkor rögtön küldik hozzánk a referencia laboratóriumba. És ugye most is az első mikronnál ez történt, hogy ugye a területi labor talált egy ilyet a mintájában, és ugye küldte hozzánk a referencia központba ugye megerősítésre. Nálunk az NNK-ban található a Nemzeti Népegészségügyi Központban a referencia laboratórium, ugye ez az egyik fő feladatunk. De nem csak ezt csináljuk, hanem egyáltalán amik nem gyanúsak, azokból a mintákból is azért küldenek, és hozzánk laborba, és utána azok közül is hely, idő szerint kiválasztunk olyanokat, amiket megszekválunk, meghatározzuk az örökítő anyagnak a sorrendjét. Ugye az izolálásnál a területen a kimutatás történt meg, ugye a magánlaborban, az, hogy ez egy omikron variáns. Maga az izolálás, hogy a vírust tudjuk tenyészteni, azt viszont ugye az nálunk lehet a mi speciális laboratóriumban, a Nemzeti Biztonsági Laboratóriumban, ugye a területi labor azt nem tudta elvégezni, ő neki csak egy gyanúja volt, hogy ez lehet, hogy egy omikron variáns. Megjött, megcsináltuk a vizsgálatot, végeztünk már több ilyen gyanús vizsgálatot, és azok az anyagok, amik alkalmasak rá, azokat pedig ugye levisszük a Nemzeti Biztonsági Laboratóriumba, és ugye megpróbáljuk tenyészteni a vírust. Ennek első lépés az, hogy izoláljuk a vírust, ha sikerült, akkor szaporodik a sejtkultúrán, és utána akkor nagyobb mennyiséget tudunk már belőle előállítani, az pedig már a tenyésztés. Mindjárt még erre visszatérünk, de egy ma reggeli friss hír, hogy újabb két gyanús esetet vizsgálnak az NNK referencia laboratóriumában. Meg tudja ezt erősíteni, illetve hol tartanak most ezek a vizsgálatok? Nem csak hogy kettőt, hanem azért most már folyamatosan érkeznek be azok az esetek, amikről elfeltételezi a területi labor, hogy lehet, hogy ebben van omikron, tehát ez a kettőtől azért egy kicsit többet vizsgálunk, folyamatosan vizsgálgatjuk a gyanús eseteket. Ez a kettő, ez olyan, hogy lehet, hogy ez ebből azért valószínűleg nagyobb esélyük van. Nagyobb esély lesz. Ezt remélem, hogy azért a mai nap folyamán, holnapi nap során ezt azért meg fogjuk tudni biztosra mondani. Ugye nekünk is vannak ilyen nagyon specifikus, nagyon széles palettánk a különböző variánsokra, ugye PCR vizsgálattal is, és utána majd a teljes genom szekvenálást fogjuk megcsinálni, ami aztán megmondja az elejétől a végéig, hogy mi ez a vírus, és akkor már analíziseket is lehet vele végezni. Miért fontos az, de talán most meg is válaszolt az utolsó mondatával a kérdésemet, hogy miért fontos ez, hogy minden valamennyi vírusvariánst izolálják és kitenyésztenek? Ez azért kell, mert ugye a vakcinafejlesztést is a részben a Nemzeti Népegészségügyi Központ végzi a Debrecen Egyetemmel közösen, és egyrészt látnunk kell, hogy mi az, ami itt van Magyarországon, milyen vírustörzsek vannak, variánsok vannak, és ezek közül a legjelentősebbeket, és azokat tudjuk tenyészteni, hogy majd a jövőbeli magyar vakcinának meg tudjuk nézni, hogy ami nálunk van vírustörzsek, azok hogyan hatnak, hogyan hat rájuk a vakcina, hogyan hat visszafelé. Ugye, és ráadásul mi referencia központként bekértünk külföldi ilyen fontosabb variánsokat, amikről tudjuk azt, hogy azért ezek komolyan tudják befolyásolni egy vakcina hatásosságát, azokat is bevonjuk ezekbe a vizsgálatokba. Ez az egyik. A másik, ha elterjed egy különlegesebb variáns Magyarországon, akkor fogunk tudni biztosítani egy valós pozitív kontrollt. Ez azt jelenti, hogy ugye magát az inaktivált vírus tudjuk a területi laboroknak, és azért biológiailag ez a legjobb
kontroll, amit ők a saját vizsgálataikban föl tudnak használni, pontosabbá tudják tenni az ő vizsgálataikat. Ez is egy fontos feladat. Mit értünk variáns követés alatt? Ez miért fontos? Variáns követés az, hogy ugye megjelennek az újabb és újabb variánsok, lássuk azt, hogy hogyan terjednek el Magyarországon. Tehát amikor bejött például ugye az alfa, vagy bejött a béta, a delta, akkor ugye a szekvenálási adatok alapján láttuk, hogy először is megtaláltuk akkor abban ugye a sajtóhír. Utána egyre több eset kezdett jönni, és látjuk azt, hogy hol van az a pont, amikor már a delta átvette az uralmat, és leginkább a delta volt megtalálható Magyarországon. Voltak olyan magyar sajátos, kicsit magyar sajátos vírusvariánsok, amiről úgy feltételeztük, hogy na lehet, hogy ez Magyarországon jobban el fog terjedni, de aztán ugye láttunk egy kis kiemelkedést, és utána eltűnt. Tehát ezért kell a variáns követés, hogy vigyázó szemeinket rajtuk tartsuk, hogy nehogy az legyen, hogy az kerül be esetleg pár hónap múlva hírekbe, hogy világszert, hogy hát a magyar variáns, ezt még idejében oda tudjunk hatni, el tudjuk kapni, és akkor erre nagyon szigorú járványügyi intézkedéseket lehessen hozni, hogy ha valakiben mondjuk egy ilyen különlegesebb törzs felbukkan. Az Omikronról eddig mit tudtak meg? A terjedési sebességről, a tünetek, a betegség súlyosságáról, mert ugye azt mondják itt a szakemberek, hogy ugyanúgy, ahogy a delta leuralta az előző variánst, most az Omikron következik, és ő fogja leuralni a deltát, és aztán jön az ötödik hullám. Azt látjuk az Omikronnál, hogy borzasztóan tud terjedni. Sokkal jobban, mint a delta, ezen nagyon meglepődtünk. Azért már a deltára is azt mondták, hogy nagyon gyorsan terjed. Igen, már a deltára is, és már az, hogy ő itt terjedt, és jön valami, ami ennyire különbözik tőle, ez azért egy kicsit meglepetés volt a virológusoknak, tehát ezt már tudjuk. A tünetekből azt is tudjuk, hogy itt inkább jellemzőbb a fejfájás, az orrfolyás, a láz, ugye míg a deltára mondjuk inkább jellemzőbb tudott lenni ugye a szaglásvesztés, azt mondják az Omikronnál azért kisebb százaléka az embereknek számol be arról, hogy elment a szaglása. És még azt tudjuk, hogy mivel hogy azért ez egy nagyon megváltozott vírus, hogy a vakcináknak a hatásosságát egy kicsivel jobban csökkenti, mint a delta. Viszont most már azt is tudjuk, hogy aki háromszor be van oltva, nagyon magas az ellenanyag szintje, annak azért lesz annyi ellenanyagja, hogy az Omikront is úgymond meg fogja fogni. És még amit látunk, hogy ezt dán kollégákkal konzultálva, ők mondták az egyik nemzetközi megbeszélésen, hogy azért ott is elterjedt az, hogy az Omikron, hú, ez nagyon enyhe, ettől nem lesz semmi bajunk, főleg az oltatlanok között. És úgy tűnik, hogy azért az oltatlanok között az Omikron ugyanolyan veszélyes lesz. Tehát ugyanúgy be fog tudni kerülni a kórházba, ugyanúgy az Omikron rá fogja tudni vinni őket a lélegeztetőgépre, tehát az oltóanyag azért ebből a szempontból is, még az Omikron ellen is nagyon fontos, hogy ugye be legyünk oltva, és megkapjuk az ismétlő dózist. Itt a deltánál is egy magasabb ellenanyagszint kellett, 3 oltás, de az Omikronra ez most hatványozottan érvényes. Ebből a szempontból egyébként mivel számolnak? Ugye itt ötödik hullámról beszélnek a szakemberek, és ugye itt van, hogy Magyarországon azért van egy viszonylag jó átoltottság, viszont akik először kaptak oltást, Magyarország nagyon korán kezdett oltani, viszont akik az első 1-2-3 hónapban kapták az oltást, azoknak a védettségi szintje már nagy valószínűség szerint nem lenne elegendő, ezért is kell a harmadik oltás? Azt látjuk, hogy aki korábban kapta, és ezt intenzíves főorvos kollégákkal beszélgetve is ezt látjuk, a nemzetközi példák is ezt mutatják, hogy lecsökken, idő előre alattával egyre jobban lecsökken az ellenanyagjuk, minél alacsonyabb az ellenanyag szintjük, a védettségi szintjük, annál kevésbé fogja tudni megvédeni őket, tehát aki korán kapta az oltást, azt annak mindenképp szükséges, hogy minél hamarabb felvegye a harmadik oltást, hogy újra kilőjönnek és újra magasabban legyen. Sajnos ez nem olyan, mint a kanyaró, átessünk rajtunk és a szervezetünk életünk végéig emlékezni fog rá. Sajnos a koronavírust a szervezet úgy kezeli, ugye kicsit a náthához kezdi el hasonlítani, és nem is olyan fontos ez. És közben tudjuk azt, hogy hát azért náthában nem sokan halnak meg, koronavírusra pedig tudjuk, hogy milyen sokan, de hát a szervezet még úgy reagál vele, hogy nem olyan fontos ez, de mi tudjuk, hogy fontos, tehát muszáj, hogy rákényszerítsük a szervezetet, hogy törődjön ezzel a problémával, ezt pedig a vakcinákkal tudjuk megtenni. Kis Zoltánnak köszönjük szépen, hogy itt volt velünk. Köszönöm szépen.